Nagy tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Egy régi kedves ismerős, barát a vendégem. Nem is szaporítom tovább a szót. Az UTE torna szakosztályának vezetője, Juhász Judit ül itt velem szembe, és üdvözlöm őt nagy szeretettel. Csókolom, szia Judit! Nagyon szépen köszönöm, szervusz Gábor! Nagyon-nagyon üdvözlöm régen a kedves nézőket! Igen, elég régen beszélgettünk. Ugye azért benne volt az elmúlt években ez a covidos időszak, ami azért elég komoly nehézségek elé állította a gyerekeket is, a szülőket is, a sportot is, de hál' Istennek vége lett, és most ismét újult erővel Igen, dolgozom. Hát olyan jó, tényleg annyira, amikor jöttél befelé, mondom, kihúzom magam, hogy hát mégiscsak egy tornász nővel fogok beszélgetni, nehogy rám szóljon, hogy milyen a tartásod, Gábor, vigyázok, és az alatt a pár méter alatt arra gondoltam, hogy lehet állva maradni, gyerekek, most a gyerekekről beszélek, nem mint a felnőtt tornáról, és a gyerekeket hogyan lehetett megtartani ebbe a két, majdnem azt mondtam, három évbe, mert az én kis, nem árulom el, icipicike kis pingpong iskolámból, hát kikoptak a gyerekek, az a pár gyerek, aki hozzám járt, bizony az alatt a két év alatt kikoptak. Újra kellett nulláról valahogy összerakni, hát még mindig csak döcög sajnos. Nem tudom, nálunk azért sikerült a covidos időszakban egy nagyon érdekes dolgot csináltunk. Online edzéseket tartottunk, hát ez valami borzalmas munkát adott az embernek. Judit, akkor pingpong edzést online kérdezek. Hát a tornát is nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, mert azért ott nagyon sokat áldoztak a szülők, és ugye a nappaliba ott a lehetőséget biztosítottak a gyereknek a mozgásra. Sőt, volt olyan is, hogy szereket adtunk ki ez alatt az idő alatt, és nagyon sok gyerekünk megmaradt, tehát majdnem az összes gyerek visszajött. Na most azóta azért a természetes kiválasztódásnak megfelelően azért mindig van fluktuáció, tehát vannak gyerekek, akik megunják, vagy esetleg eljutnak arra a szintre, hogy már nem képesek olyan fejlődésre, hogy a befektetett munka megtérüljön, és nagyon nehéz elérni azt, hogy ne hagyják el a tornasportot, maradjanak ott a tornasportban, az magáért, az örömért, magáért a mozgás szeretetéért, és van erre remek jó példa. Nem is tudom, 8-10 évvel ezelőtt, vagy talán még régebben, Dunakeszin volt egy kihelyezett tagozatunk, és onnan behoztuk a gyerekeket, egy elég nagy létszámú csoportot, és az a csoport volt az, ahol a gyerekek, a lányoknak a többsége az későn kezdte el a tornát. Tehát erre gondolok itt, hogy tudom én, már negyedikes, ötödikes igen, volt, igen. Tehát ez már egy kicsit későn van. És borzasztó, ezek a lányok, nem? Igen, nem borzasztó. Igen, ezek a lányok viszont megmaradtak, és képzeld el, hogy azóta ugye többen már leérettségiztek, egyetemisták, van, aki Bécsbe jár egyetemre, van, aki itt Magyarországon, és többen most érettségire készülnek, viszont önálluk megmaradt ez a határtalan tornaszeretet, hetente kétszer-háromszor, ahogy az idejük engedi, lejönnek, és ezt szeretném példaképpen mutatni a többieknek. Mindenkinek, körbe kell, és ez nem csak itt Újpesten, és nem csak a tornában, hanem ezt mindenkinek, remélem nagyon sokan meg fogják ezt hallgatni, mert ez a lényeg a sportnak. Nem biztos, hogy mindenkiből versenyló lesz. Bocsánat, hogy így fogalmazok. Azt hiszem egymás között ezt így elmondhatjuk. Van olyan, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal jobb, hogyha innentől odáig, ameddig bírja, mozog az ember. De van egy sarkalatos kérdés, ugye utánpótlás a legnehezebb és a leggyönyörűbb feladat, én azt gondolom. Hogyan lehet vérző szívvel mondani valakinek, hogy mostantól kezdve hobbista leszel csak? Ez egy nehéz kérdés. Ugye az ember látja a gyereknek a fejlődését. Igen. Látja a gyereknek a hozzáállását, és nem beszél arról, hogy azért nagyon kinyílt a gyerekek előtt a világ. Ugye egyrészt nagyon leterheli őket az iskolai elfoglaltságuk,
A szülők előtérbe helyezik sokszor az iskolai elfoglaltságot, ami szerintem teljesen természetes. És hát ugye látja az ember, hogy hiába próbálkozik a gyerek, a képességeinek eljutott arra a szintjére, ami az ő maximuma. Ez egy nagyon szép dolog, meg nagyon jó dolog, és amikor az ember megpróbálja elmondani akár a gyereknek, akár a szülőnek, hogy nem érdemes többet belefektetni, ennyit, ezt jókedvűen, örömmel csinálni, tényleg megtartani azt, amit a torna ad. Annak a szépségeit, nagyon nehéz elmondani a szülőknek. Nem is nagyon szeretik elfogadni. Igen, persze, ezt én megértem, de ugye pontosan tudjuk azt, hogy egy bizonyos, most a tornáról beszélünk, ami ráadásul egy veszélyes üzem. Hát, ja, ezt mindig elmondod, hogy veszélyes üzem. Tudom, a világ a legnagyobb rend a tornateremben van, a legnagyobb tisztelet az edzőknek, a mindenkinek, tehát ott fegyelem van, de azért aki a saját körperével, saját testével dolgozik, az nekem, belemondom a szemedbe, az egy veszélyes dolog. Így van? Így van. Na. Tehát azért... És téged idézve azt mondtad, hogy eljutott odáig valaki, egy gyerek, hogy a maximumot kihozta, azt, amit a képességei után már elért. Innentől kezdve, ha tovább folytatná azt a munkát, amire már nem idézője alkalmas, na erre mondtam, hogy az már veszélyes. Hát valóban, szóval nem érdemes vágyálmokat kergetni, én azt gondolom. Nagyon kevés az a sportoló, szerintem más sportágban is, akinek az elejétől kezdve a sok befektetett munkája megtérülhet. Tehát itt olyanra gondolok, mint a Milák Kristóf, hogy hát azért világbajnoknak, olimpiai bajnoknak lenni nem sok embernek adatik meg. Tudom. Viszont ha olyan dolgokat próbálnak, és olyan dolgokat szeretnének megtanulni, amire már nem alkalmasak, az tényleg veszélyes lehet. Persze, hogy nem a veszélyre, a torna veszélyre, a torna szépségéről akarok veled beszélgetni. Túl vagyunk mindenen, hála Istennek ez a csúnyakor úgy néz ki, hogy ez a mot ment, ahogy mondják Miskolc felé. Hogy áll a szakosztály? Hát ismét visszatértünk utánpótlás nevelő szakosztálya. Ugye a férfi oldal, amikor Melki Krisztián befejezte a sportolói pályafutását, akkor egy kis visszaesés következett be, mert a fiúk többnyire inkább a labdajátékokat, főleg a labdarúgást választják. Bár azért elég jó kapcsolatot sikerült kialakítani a labdarúgó edzőkkel, és előfordul az, hogy egy-egy nagyon tehetségesnek mondott gyereket oda küldenek tornára. Tehát itt a fiúknál tényleg csak a közvetlen utánpótlással foglalkozunk. A lányoknál elég jól álltunk egész eddig az évnek az elejéig. Felnőtt válogatottjaink voltak két lányzó. Ebből sajnos az egyik az elmúlt évben egy elég komoly sérülést szenvedett egy versenyen, egy keresztszalag szakadást, és most épül föl belőle. A másik viszont eligazolt, Szilágyi Nikolett sajnos eligazolt Debrecenbe. Tanulmányi okok miatt, igaz, hogy még csak harmadéves a középiskolában, de hát a jövőjét nézte elsősorban. Na most ennek ellenére én azt gondolom, hogy jól állunk az utánpótlás terén, nagyon sok gyerek jelentkezik. Ez valami csoda, ezt hogy csináljátok? Judit, én ismerlek téged most már néhány hete, mondhatom. Ezt hogy csináljátok, hogy jönnek a gyerekek, és vannak a gyerekek, hiszen végig arról papolnak nekünk, és mondják, hogy hát ma már nehéz megmozdítani a gyerekeket, már nem foglalkoznak semmivel. Nálatok, hála Istennek, tele a terem. Igen, azt mondhatom, hogy az esti időpontokban ott szinte nincsen hely. Tehát
úgy vagyunk, hogy azokat, akik magasabb szinten foglalkoznak a tornával, azokat kénytelenek vagyunk délután foglalkoztatni. Ez egyre nehezebb, mert ugye az iskolai elfoglaltság, nagyon sok iskola van, amelyiknél ilyen egésznapos oktatási rend van, és azok ugye nehezen tudnak jönni. Viszont este meg annyi gyerek van, hogy komoly érdemi munkát nagyon nehéz végezni, ugye. Amikor zsongaterem, amikor kisebbek is vannak, némelyik bőg, némelyik örömébe visít, meg azért csak hangoskodnak, ott azért nagyon nehéz odafigyelni. Nem, külön kell választani. De nagyon érdekes, hogy hozzák egymást a gyerekek még a mai napig. Nagyon sokan jönnek hozzánk, keresnek meg engem a mini tornával kapcsolatban. Ugye a szülő szeretné, hogyha a gyerek minél hamarabb valami mozgásformát, tehát valami mozgást csinálna, és ugye ennek a mini tornának elég jó híre van. Ugyan nagyon érdekes, mert szeptemberben szoktunk ugye újraindítani csoportokat, és abban az időszakban nagyon sok szülő keres meg azzal, hogy 3 éves lett a gyereke, és akkor nagyon szeretné hozni. És mindig elmondom, hogy amennyiben most kezdi az óvodát, akkor nem szabad hozni. Mert egyszerűen sok a gyereknek. Dupla és akkor így tulajdonképpen januárra, tehát kivárnak egy negyedévet, és január-februárban ismét van egy ilyen dömping, és én azt gondolom, hogy nagyon sok gyerek viszi a hírét az osztálytársainak, az ismerőseinek, hogy mennyire jó körülmények között jönnétek tudunk dolgozni. A ovisokból, de nekem annyira tetszik ez valami csoda, 3-5, mit tudom, hány éves. Mennyi marad, hányan maradnak meg? Ugye ez a kis bukfencelők. Hát, aki engem kibír, az megmarad. Szóval itt a szülőkre is gondolok. Te vagy a mama? Nem, én a Jutka néni vagyok, és akkor ez olyan, akkor mindenki hogy, mamája. Hát igen, amikor foglalkozás igen, van. Igen, a szülőknek a kitartásától függ tulajdonképpen. Igen. Illetve hát nagyon fontosnak tartom azt, hogy ugye a torna az egy alapsportág. És aki hozzánk jár 2-3 évet, az nem kárba veszett idő még akkor se, hogyha nem ezzel fog foglalkozni. Nagyon sok gyereket küldünk más szakosztályhoz. Most éppen atlétikára küldtem gyerekeket, de előfordul az, hogy a cselgáncsosokhoz, sőt volt arra is példa, hogy birkózónak küldtem kisfiút. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minden gyerek megtalálja magának megfelelő sportágat, és azokat vonjuk be a magasabb szintű, illetve több időbeli elfoglaltságot igénylő torna sportba, akiknek megvan az alapvető fizikális adottsága és a mentális adottsága. Ez nagyon fontos. Fölfelé mentális, azt pontosan fontos. Tudjuk, mert ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy nagyon-nagyon nagy koncentrációt igénylő sport. De Judit, beszéltünk a picikről, a kicsit nagyobbakról, és most azt mondtad, hogy visszaállt az úgynevezett utánpótlás nevelés, az utánpótlás nevelő egyesület. Az hol fejeződik be? Idő? Tehát ugye a sport, minden sport most már ott van, hogy totyogókorba kezdenek el sportolni a gyerekek. Tehát mi az melyik az a kor, amikor azt mondom, hogy befejeződött az utánpótlás nevelés, Judit? Hát a női tornában 16 éves a felnőtt korhatár, tehát az első felnőtt éve az a 16 éves korban van. Az megszűnt alatta, már, hogy 10 évesek vagy 12-3 éves nem indult felnőttbe? Megszűnt. Az megszűnt, hála Istennek. Meg, már elég régóta. Jó. És ez a nemzetközi torna életben is látható ennek az eredménye, mert a mai torna életben nem ritka az, hogy 24-25 évesen, 26 évesen tornáznak. Tehát most lehet akkor azt mondani, hogy női torna igen, lett a női igen, torna? Igen. A fiúknál ugye mindig is a idősebb korban, igen, tehát azért olyan 18-20 év körül kezdenek a fiúk beérni, tehát az mindig is így volt. A lányoknál ez egy nagyon szerencsés dolog, hogy a 16 év fölöttiek. Ugyanis aki eddig tornázik, az azért elég komoly leterheltséggel van a szervezetre a tornasport, és ez azt jelenti, hogy a természetes
életfolyamatok, a serdülőkor az egy kicsit kitolódik. Uh-huh. És amikor uh-huh. ugye 14-15 évesen már nagyon-nagyon sok minden szinte azt tudják, amit a felnőttek, de aztán a testük megváltozik. És amikor változik az embernek a teste, meg működnek a hormonok, akkor nagyon sok elemet újból kell tanulni. És akkor van hatalmas, és akkor van a sérülés veszély. És a vízválasztó, igen. hogy ki tudja, így vagy van. Ki így van. Reked meg, ugye? Ezt igen. lehet... És ez elgondolkodtató, és ezt a kedves nézőnek is mondom, hogy mennyi munkát belefektet a versenyző, az edző, a szülő, és akkor jön egy pont, amit a jó Isten az élet hoz, és nincs tovább, mert minden megváltozik itten belül, a szervezeten belül. Borzasztó. Hát én úgy gondolom, hogy ez az életrendje, tehát ez okay. egy teljesen természetes dolog. Én inkább azt látom komoly problémának, hogy hazánkban nincs olyan, mint például Amerikában az egyetemi bajnokságok. Ez ugye Amerikában minden sportágban ez nagyon-nagyon fontos. És tehát nem látnak sem a gyerekek, sem a szülők nem látnak perspektívát abba, hogy hosszabban sportoljanak. De én rendszeresen nézem, ugyanis hát nekünk volt egy Onodi Gabriella nevezető tanítványunk, aki nagyon komoly eredményeket ért el a tornász életbe, és őnek is sikerült egy amerikai ösztöndíjat szerezni annak idején, és emiatt ugye az amerikai egyetemi tornasporttal azért mai napig kapcsolatom van, és ott például a 22-ben volt az olimpia? Hát vagy 20, hogy is volt, 21-ben? 20, de 21, 20, tudod, eltolták. Igen, eltolódott. De a legutóbbi olimpiának a női győztese, az remekel az egyetemi bajnokságokon. Kisebb anyaggal, természetesen kisebb anyagerősségű gyakorlatokkal, de... Tehát még mindig van kifutás. Tehát képzeld, Gábor, hát ott óriási dolog. Teltház előtt mennek ezek az egyetemi bajnokságok, és komoly pénzeket kapnak, tehát a tanulmányaikat az egyetem fizeti, tehát ösztöndíjat kapnak. Igen. Tanul, ha jól tanul, akkor... talán ösztöndíj van, és hogyha ösztöndíj van, és jól sportol, akkor még bevétel is van. Így van, így van. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. Ezt hogyha hazánkban is egy kicsit figyelnének arra, szerintem most talán kezdenek foglalkozni ezzel, hogy a felsőoktatási intézményekben is azért a sportolók megtalálják a helyüket, és akkor tovább tudják titolni a sportolói pályafutásukat. Juditom, drága! Eljutottunk most a 16 éves korig, innentől fölfelé, ugye mondtad, hogy sérültünk van, eligazolt, azért vannak, nyugtass meg, azért vannak. Vannak, persze, természetesen. Mondom, ezek a másodosztályban lévő lányok, akik a érettségére készülve is tornáznak, ugyan nem a sporttal kapcsolatos pályát fogják választani, ez teljesen természetes, de visszajárnak, és ez jó példa. Nagyon sok olyan lehetőség van, hogy akik esetleg főiskolára készülnek, testnevelési egyetemre, tanárképző főiskolákra, azoknak is van lehetőség arra, hogy gyakoroljanak, illetve ismét visszatért az, hogy csak magáért, a mozgás szeretetéért is bejön egy-egy idősebb nagyon jó. emberke. Egy személyes kérdés. És a kisunoka, aki ottan én láttam, hát szóval nem tudom mekkorának a teremben, és most már láttam például, hogy jazzel sétál a gerendán, meg bizzal. Na, hogy van ő? Mit hozta? Hát a pici unoka, emlékszel, talán 2 éves volt, amikor behoztam a stúdióba, mert nem tudtam hova tenni, igen. és akkor így nézett le végig, és nem munkant. Na, most már eltelt az idő, 9 éves, és nagyon ügyesen tornázik. Egy olyan jó csoport van körülötte, uh-huh. akik hajtják egymást, tűzik egymást, kicsit
tulakodnak, veszekednek, hogy ki legyen az első, de nagyon, nagyon ügyesek, és hát remélem, hogy hosszú ideig tornáznak. Nem az a lényeg, én azt gondolom, nem az a lényeg, hogy milyen eredményeket érnek el, meg hány érmet szereznek, meg minden, hanem hogy saját magukat megtanulják legyőzni, irányítani. Ehhez segítséget ad Jutka néni és stábja, én pedig nagyon örültem, hogy itt voltál. Hát bízom benne, hogy fogunk még találkozni, sőt, miért bízom, biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni, és akkor sem foglak kérdezni az eredményekről, hogy milyen eredményeket vársz el, hanem ez lesz a végszó, hogy tudják magukat irányítani, legyőzni, és örömmel tornázzanak, sportoljanak, ameddig bírják. Judit, puszi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és várjuk a jelentkezőket. Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az Újpesti Sport. Remélem érdekes beszélgetés volt. Én bevallom, nagyon élveztem. Kérem, vigyázzanak magukra, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!